A következőkben egy földrajzi kísérletet szeretnék demonstrálni, a meleg levegő fölfele áramlását. Az éghajlatban, a klíma kialakulásában a feláramló meleg levegőnek nagyon fontos szerepe van. Enélkül az éghajlati elemeket, a szélrendszereket nem tudjuk értelmezni, nem tudjuk magyarázni. A következő kísérletünkben egy gázégő fog a segítségünkre lenni, ehhez természetesen gyufára lesz szükségünk, illetve egy nejlon zacskó fog segíteni abban, hogy a fölfele áramló meleg levegőt demonstrálni tudjuk. Először gyújtsuk meg a gázégőnket. Nem kell túl nagy lángot használni, nehogy a nejlon zacskó esetlegesen megolvadjon. Ennek érdekében a nejlon zacskónkat körülbelül 30-40 centire emeljük a gáz égő fölé. Azt látjuk, hogy a felmelegedő levegőnk az erőteljesen tágul, a sűrűsége csökken, és a csökkenő sűrűségű meleg levegő könnyebb lesz a környezeténél, ezért a zacskó, amivel ez a meleg levegő telítődik, fölemelkedik. Még egyszer elvégzem a kísérletet. Ez egy otthon is könnyen elvégezhető kísérlet, akár játékos kedvünkbe hőlégballont is készíthetünk. A hőlégballonhoz, hogy még ötletesebb legyen, kis nehezékeket rakhatunk a nejlonzacskó szélére, esetleg egy kis gyufás dobozt, amiben egy Lego figurát ültethetünk, és ha ügyesek vagyunk, akár 30-40 méter magasra is felszállhat a házi készítésű hőlégballonunk. Otthon esetleg gyertyalánk segítségével tudjuk ezt a kísérletet elvégezni. Tehát még egyszer mutatnám, a feláramló levegő segítségével a fölfele emelkedést hőlégballonnal szemléltetve.